Köszöntöm kedves nézőinket! Őseink Hagyatéka című műsorunkat láthatják, és ahogyan ezt elkezdtük novemberben az Enyészet havában, most is folytatni fogom, most pedig december. Mit üzen nekünk a december? Egyszer fogok magáról a hónapról beszélni. Egyébként az őseink ezt a hónapot nem is így hívták, hogy december. Tehát ez már később, a későbbi elnevezése valójában az álomhavának. Tehát az őseink ezt a hónapot, amit ma mi decembernek hívunk, valójában álomhavának hívták. Ugye milyen gyönyörű ez az elnevezés, és érthető, hogy miről szól, hiszen ilyenkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy alszik a természet, mert hát a mi őseink azok olyan csodálatos emberek voltak, akik eleve úgy nevelték a gyermekeiket, és ők maguk is úgy nevelődtek, hogy 7 éves korukig megtanulták a természetet, tehát megismerni a növényeket, az állatokat, a viselkedésüket, a szokásaikat és a szeretetüket. Tehát szeretni, tisztelni, becsülni, értékelni és óvni a természet értékeit. Ugye milyen csodálatos? Sajnos ezt ma felnőtt emberek sem teszik meg nagyon sok esetben, ők pedig már 7 éves korukra megtanulták, mert a szülőknek ez kutya kötelessége volt, hogy ezt átadják a gyermekeknek, hiszen akkor még nagyon jól tudták, hogy ők a részeik a természetnek, és nem a természet az ő részük, hanem mi emberek vagyunk a természet részei, és bizony-bizony akkor tudunk kiteljesedni, akkor élünk, vagy tudunk teljes életet élni, hogyha együtt élünk a természettel, és nem leigázni, eltiporni próbáljuk, hanem egy lélekként együtt, gyönyörű a szó, létezni a természettel, és élni. És erről szól gyakorlatilag az álomhava is részben, hiszen ilyenkor mi történik? Maga a szó az nagyon beszédes, ugye az álom, tehát ilyenkor alszik a természet, legalábbis látszólag. Ugye ez történik az emberrel is. Amikor alszunk, akkor látszólag nem történik semmi. De valójában nagyon-nagyon sok minden zajlik bennünk, még ha kívülről nem is feltétlenül látható. Erről szól az álomhava, hiszen a decemberrel, az álomhavával térünk át az őszből a télbe. Hiszen december 19 és 23-a között szokott lenni, az idén 22-én lesz a téli napfordulónak az ideje. Amikor a leghosszabb a éjszaka és a legrövidebb a nappal, akkor térünk át gyakorlatilag a télbe, de ez csak az egyik jelentősége. Még fogok beszélni más jelentőségéről is a téli napfordulónak, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos időpont és időszak a mi népünknek az életében. Az álomhavában az ősök is azt javasolták, ugye az ősz az maga a betakarításnak, a számvetésnek az ideje. Amikor megtörtént a betakarítás, számot vetett magával az ember, ugye ez történik december közepéig, illetve második harmadának a végéig, a napforduló idejéig, amíg el nem jön a télnek az időszaka, amikor elindul egy belső felkészülés a következő esztendőre. Hogy a következő esztendőben, miután számot vetettünk magunkkal, megnéztük, milyen volt a termés, lélekben, szellemben és fizikálisan, akkor tudunk új terveket szőni, mert ugye a tervek megszületnek bennünk. Először megszületnek, és csak aztán jön a cselekvés, ez lesz majd egyébként a tavasznak az időszaka, ami majd a kikelethavával kezdődik, de addig még sok idő van. Úgyhogy maradunk az álomhavában, amikor áttérünk a számvetésről, amikor számot adtunk magunkkal, letettük, amire nincs szükségünk, és elkezdjük tervezni, hogy mi az, amire következő esztendőben szükségünk van. Milyen változásokat szeretnénk elérni, létrehozni. Nagyon fontos önmagunkban. Mert ugye a legtöbb ember az mindig másokon szeretne változtatni, de ahhoz, hogy mások változzanak, nekünk kell változni. Nekünk kell kicsit másképp hozzáállni a világhoz, nekünk kell talán a látásmódunkon igazítani, esetleg letenni a napszemüveget, és akkor nem látunk mindenkit sötétnek.
nekünk kell alapvetően elindítani a változást, és akkor minden változik a környezetünkben. Persze ezt már biztosan sokan hallották, és sokan is gondolják, hogy persze könnyű ezt mondani, de igazából megcsinálni sokkal könnyebb, mert csak el kell indulni, hiszen a változtatásra minden pillanat alkalmas, és ami a legfontosabb. Csak egy időpont van, amikor tudunk változtatni, és az a most. Holnap nem tudunk, majd sem tudunk, a múlton már nem tudunk, az már megtörtént, nem tudjuk nem megtörténté tenni. Úgyhogy az az egyetlen egy időpont alkalmas a változásra, ami most van. Tehát mindig a mostban tudunk, a jelenben tudunk változást létrehozni, mert az pár perc múlva már gyakorlatilag múlt, és a jövő az mindig a múlt kivetített mása. Tehát az álomhavában, decemberben áttérünk a télre, amikor elkezdjük szőni a terveket, átgondoljuk, hogy mit is szeretnénk. De hogyan teszi ezt egy jó magyar hazafi? Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, mert ma, amikor abszolút a marketing, a siker világát érjük, a hiper-ezoterikus embereknek és az extra spirituális embereknek és a mega szakrális embereknek a világát, akkor, ja is persze az anyagnak is a világát, az anyagiságnak, akkor is van egy nagyon fontos szempont szerintem, ami követendő, hogy például hogyan csinálták ezt a régiek. Milyen szempontok voltak ahhoz, hogy ők mondjuk terveket hozzanak létre, és meg is cselekedjék azokat, és aztán abból meríteni tudjanak, mert amikor valami jól sikerül, ugye abból tudunk meríteni, és tudjuk a következőt táplálni, a következő magocskát, amit elültettünk, öntözni. Na, ehhez szükséges egy nagyon fontos négyes szűrő, amit én a tanítványaimnak a Tudóemberek iskolájába mindig nagyon-nagyon fontos szempontok közé sorolom, és nagybetűvel és sok felkiáltó jellel iratom föl velük. Mégpedig ez a négyes szűrő egyébként már itt a műsorban is többször elhangzott, amit el szeretnék kérni és megcselekedni, legyen jó nekem, mondjuk idáig általában minden ember el szokott jutni, amikor tervez, már aki tervez, mert nagyon sok ember az célok nélkül és tervek nélkül éli le az életét, és aztán csodálkozik, amikor eljön az idő, hogy gyakorlatilag nem tud semmit felmutatni, csak be nem teljesedett vágyakat, aki pedig szisztematikusan megcselekszi a dolgait, az nem vágyakat tud megmutatni, hanem élményeket, amiket már megélt, amiket már megcselekedett, és amiből ő is, a családja is és a környezete is meríteni tud. Tehát legyen jó nekem, általában idáig nagyon sok ember eljut. Legyen jó a családomnak, sajnos itt már azért van morzsolódás. A harmadik, ami egy nagyon-nagyon fontos szempont, és idáig már nagyon kevesen jutnak el, legyen jó a nemzetemnek. Ez egy nagyon fontos szempont szerintem. És a negyedik, hogy legyen jó a világnak az, amit én csinálok, hogy tudjon belőle gyakorlatilag azt lehet mondani, mindenki meríteni. Hogyha ezen a négyes szűrőn átmegy az, amit tervezünk, az egy nagyon jó dolog. Ha pedig az is átmegy ezen a négyes szűrőn, amit az elmúlt esztendőben arattunk, hogy az ősszel, a betakarítás idejével, akkor azt gondolom, hogy csodálatos úton vagyunk, és le ne térjünk róla, és ne csökkentsünk semmiképpen sem a tempón, hanem növeljük a tempót, mert akkor nagyon jó úton járunk, hogyha már az elmúlt esztendőben, vagy még korábban is átmentek a céljaink, és az, amit el is értünk belőle ezeken a szűrőkön, akkor a lehető legjobb úton járunk. Ugye a másik fontos rész, amit már említettem pár perccel ezelőtt, a téli napfordulónak az ünnepe. Hát ez egy csodálatos időszak volt az őseinknek az életében. Egy nagyon nagy ünnep. Gyakorlatilag ők az új évet azt innen indították. Tehát a téli napfordulót követő nap volt az új évnek az első napja. Ez csak később lett így, hogy a december 31-e ugye az a szilveszternek a napja, és január 1-e az első nap. Valójában a téli napfordulót követő nap volt az év első napja, tehát ők így számolták a kerek egy esztendőt a téli napfordulótól a következő téli napfordulóig. De hogyan is maradt ez fönt? Ugye itt azért sok szempont van, ugye mi ma a legtöbb ember, a keresztény emberek, azok karácsonyt ünnepelnek. Nagyon érdekes viszont a hangzásában is, és a mondani valójában is, hogy például, hogyha kazak, vagy kirgiz, vagy akár mongol területen járunk, vagy bárhol, ahol a mi testvér népeink vannak, na nem azok, amit az akadémiai történelemkönyv tanít, hanem a valós rokonaink.
és testvéreink ott úgy mondják a téli napfordulót, hogy karacsún. A kara az azt jelenti, hogy sötét. A csún az pedig fordulás. Ugye mi mit is mondunk? A téli napforduló, és ez mit is jelent? Hogy a leghosszabb, tehát ezen a napon a leghosszabb a sötétségnek az ideje, és a legrövidebb a nappal. Ez fordul át, elkezdenek hosszabbodni a nappalok, és elkezdenek rövidülni az éjszakák. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, és hogyha azért karacsún, karácsony, vagy kerecseny, ezek gyakorlatilag ugyanúgy hangoznak, és azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a mi nyelvünk az egy mással hangzós nyelv. Tehát tájegységenként, vagy területenként a magánhangzók azok változnak, de a mással hangzók azok ugyanúgy maradnak. Úgyhogy ha a karácsonyból kiveszem, vagy a kerecsenyből, vagy a karacsonyból a mással hangzókat, illetve a magánhangzókat, akkor ugyanazok a mással hangzók maradnak. Elég érdekes, ugye? Viszont tovább kell ezt azért gondolnunk, mert hogyha már kerecsenyről is beszéltem, nem csak karácsony vagy karacsun, ha mondjuk kerecseny, akkor azért tudjuk, hogy a mi címer madarunk, a turulmadár, ami az Árpádháznak ugye nagyon-nagyon fontos, hát gyakorlatilag nem is Árpádház, vagy nem csak Árpádház, hanem turulházként emlegetik, akkor tudjuk, hogy nekik a kerecsen sólyom a címermadaruk. Hát sajnos azt is tudjuk, hogy Európában csak Magyarországon nem tartható kerecsen sólyom, ez már egy másik történet, de hogyha visszamegyünk az időben, akkor a mi őseink, azok a téli napforduló idején a szertűz felett kerecsen sólyomot röptettek. Mennyire érdekes. És erről bizony feljegyzések vannak, hogy ez már Ordoszban is így történt, meg még az idő, a mai időszámítás előtt. Már sok száz évvel. Viszont akkor el kell gondolkodnunk, hogy ugyan a hangzás az ugyanaz, hogy kerecseny, karácsony, karacsun, ugyanazok a mással hangzók, az is érthető, hogy ugye kerecsen sólyomot röptettek, tehát ugyanazok a más hangzók megmaradtak, de karacsunt, a téli napfordulót, tehát a sötétség fordulását ünnepelték, akkor ugye azért röpítettek a hiedelem szerint az őseink sólyomot. Egyrészt minden szeres alkalommal a szertűz fölött sólyom röpült, ez egy nagyon-nagyon fontos, mert jó közvetítő a Teremtőisten és az emberek között. Másrészt egy nagyon fontos szerepe volt még ezen kívül, hogyha egy szertartás vagy a szeren résztvevők nem voltak rendben, akkor fogta magát a sólyom és elrepült. Nem vett részt a szerben, és ez jelezte magának a szertartás vezetőnek és a szertartás a résztvevőknek is, hogy valami nincs rendben, hiszen a sólyom az egyetlen általam elfogadott igazlátó, és neki nem áll érdekében, nem megvesztegethető, és nem áll érdekében mondjuk valahova oda simulni, vagy más mutatni, mert ő nem megvesztegethető, 10 000 éve egyedül vadászik, és most is ugyanúgy tud, tehát nem tudjuk egy darab hússal megvesztegetni a sólyomat. Na de visszatérve ugye a sólyomröpítés, a kerecsen sólyom, karácsony, kerecseny, karacsun, ugye e körül a három szó körül forog, gyakorlatilag a téli napfordulónak az ünnepe, ami gyakorlatilag néhány nap eltéréssel, a karácsony, a karacsun, a téli napforduló az ugyanoda esik. Bár a mai keresztény tanítások szerint, ugye itt Jézus Krisztusnak a születését ünneplik, amit én teljes mértékben el is tudok fogadni, fölmerül viszont bennem egy kérdés, hogy ez teljesen érthető számomra, az indokát is értem, hogy a karácsony, mondjuk a Szentest az erről szól, és Jézus Krisztus születése, de még mindig ott van bennem a kérdés, hogy ugye a pontosan ugyanígy hangzó két név, elnevezés a kerecseny, karacsun, az gyakorlatilag ugyanabban az időben történik, itt a téli napfordulóról beszélünk, viszont van egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus Krisztus születése előtt is ünnepelték már a mi őseink.
akkor ez egy kicsit elgondolkodtató, mert ők nagy valószínűséggel nem tudták még előre, illetve meg volt jósolva, hogy mikor születik majd a megváltó, de nem hiszem, hogy akkor ők azért építettek volna Kerecseny solymokat karácsony idején, a téli napforduló idején, hogy majd egyszer meg fog születni a megváltó. Tehát ez azt akarom ezzel sugallni, hogy a mi őseink nagyon-nagyon régen ünnepelték már, még Jézus Krisztus megszületése előtt is ezt az ünnepet. Mi volt ennek az ünnepnek a lényege? Ugye egyik az, hogy solymot röpítettek, hogy szimbolikusan segítsenek a napnak, hogy ő magasabbra tudjon emelkedni ezen a napon, amikor a leghosszabb az éjszaka, a legnagyobb a sötétség, amikor a sötétség el akar uralkodni. A földön, az embereken, az emberiségen, az állat és növényvilágon, akkor ők szimbolikusan evel segítettek, hogy solymot röpítettek, ami még magasabbra emelje a napot, hogy tudjon végre győzni ezen a nehéz napon is a nap, tehát egy évben az emberek segítettek a solyom segítségével a napnak. Másrészt ugye mi a tűz és napimádó népek közé tartozunk, vagy ífeszítő népek közé, ahol ilyen alkalmakkor mindig szertüzet gyújtottak az ősök, és a téli szertűz az különleges volt, mert általában nem csak egy tüzet, de volt ahol egy tüzet, de mi például a tanítványaim a szálláshelyünkön két szertüzet szoktunk gyújtani, egy keleti és egy nyugati szertüzet. És először a nyugati szertüzet gyújtják meg, és ebbe minden rosszat, amit szeretnének elengedni, amit szeretnének, hogy végre távozzon az életünkből, hiszen ugye a számadás vége van, az ősznek a vége, és kezdődik az álomhava, amikor új terveket szövünk, de amíg bennünk vannak a régi tüskék, valójában nem tudunk egészen újat, mert hát a régire tesszük rá az újat, akkor az soha nem lesz új. Tehát nagyon fontos volt gyakorlatilag, pszichológiailag is, hogy tiszta vizet tudtak tölteni a pohárba, és minden vélt és valós sérelmüket ilyenkor a tűzszertartás alkalmával letettek. Vagy nem használatos, éghető, természetes alapú eszközökkel, egy törött fakanál, ásónyél, baltanyél, és sorolhatnám tovább. Ezeket a táltos vezetésével, vagy szertartás vezető vezetésével, amikor eljött a megfelelő pillanat, akkor beledobták a nyugati tűzbe. Megvárták, valójában lélekben is elengedik ezeket a vélt és valós sérelmeket, és miután ez megtörténik, és kezd leégni a nyugati tűz, akkor abból egy parazsat visznek át a keleti tűzbe, és ennek a segítségével pedig meggyújtják a keleti tüzet, ami már az új tűz, ami már úgymond egy tiszta tűz, ami már táplálja, segíti, míg a nyugati elviszi a régi nem kívánatos dolgokat, az új az pedig erőt ad az új esztendőhöz, az új évhez, az új tervekhez, amiket megálmodunk az álom havában, és nagyon fontos, hogy ennek a tűznek a zsarátnokából, tehát a faszén darabjaiból vittek haza az emberek, és aztán erre gyújtották ők az új tüzet otthon, tehát elvitték magukkal gyakorlatilag a szertűznek az energiáját, a rezgését. Úgyhogy ez egy nagyon fontos ünnep volt az ősök számára, lélekben egy nagyon nagy megtisztulás, egy elengedés, és így valóban boldog új évet lehetett kezdeni, hiszen már nem nyomasztotta őket a múlt, nem nyomasztotta őket az elmúlt időszaknak a negatív energiája, a vélt és valós sérelmek, hanem abszolút az álomhavában meg tudták álmodni az új jövőjüket, az új esztendőjüket, az új terveiket. És még egy nagyon fontos, hogy ugye november 22-től belépünk gyakorlatilag a nyilas jegyére. És mit üzen nekünk a nyilas? Tehát ez egy nagyon érdekes jegy, mindegyik jegy az egyébként. Ugye a múltkor a Skorpióról beszéltünk a novemberi műsorban, most pedig a nyilasról, hiszen ez az aktuális. A nyilas, én egy különleges embernek tartom, bár nagyon sokan tétovának tartják. Mert a nyilas az ugye nagyon hosszú ideig készül valamire, sokszor, akár sok százszor átgondol valamit, mielőtt neki kezd.
többféle szempontból igyekszik megközelíteni. Optimális esetben, tehát amikor a helyén van a nyilas, akkor nem a negatív szempontok szerint, de többféleképpen elképzeli azt, amire ő készül. Nyugodtan mondhatjuk szimbolikusan, hogy ilyenkor ajza föl az íját. Tehát ilyenkor készül, ilyenkor még látszólag nem történik semmi. És nagyon sokszor átgondolja, hogy mit szeretne, hogyan szeretne. Ha lehet, akkor ő minden részletet szeret előre eltervezni és tudni, és nagyon gyakran előfordul, hogyha valami nem úgy történik, mint ahogyan mondjuk ő eltervezi, vagy ahogyan elképzelt, akkor hajlamos akár visszafordulni, hátrafordulni, mert ő nagyon szereti, hogyha pontos és fontos dolgokat tud kiadni a kezek közül. Aprólékos tud lenni, kiválóan tud dolgozni a nyilas önállóan, sőt, talán az egyik legjobb munkalehetőség neki, hogyha önállóan kell végeznie valamit, ami nagyon fontos, hogy a nyilas az inkább középvezetőnek, vagy dolgozónak, vagy önálló dolgozónak igazán alkalmas, tehát szüksége van egy icipici irányításra, hogy legalább megmondják, hogy mit csináljon, és nagyon fontos, hogyha rá tudják bízni, hogyha rábízzák azt, hogy ő ezt hogyan oldja meg. És ami egy nagyon fontos, kardinális kérdés a nyilas jegyű embernél, az idő. Az idő szorítását a nyilas az egyik jegy, aki a legnehezebben viseli. Tehát neki nagyon nehéz a határidőt tartani őt, mivel hosszú ideig készül fel, hosszú ideig ajza föl az íját, célra tartja, és aztán útjára engedi a nyilvesszőt, ez mind-mind idő. És hogyha itt bele akarjuk szorítani egy ketrecbe, bele akarjuk szorítani egy szűk időbe, akkor nagyon gyakran van, hogy ettől a nyilas besokal, kihátrál, inkább nem kezd bele, vagy inkább félbe hagyja, mert ő nem szeret hibázni. Tehát inkább nem engedi úgymond útjára a vesszőt, mert csak akkor engedi útjára, hogyha biztosan célba talál. Tehát ha ő minden zsigerével, minden sejtjével éri, hogy az úgy lesz, az úgy történik, ahogyan ő azt eltervezte. Egyébként nagyon sok művész, festőművész, grafikus, vagy akik ilyen aprólékos művészi dolgot végeznek, nagyon sok ilyen ember kerül ki a nyilas jegyűek közül. Nagyon kifinomult kézügyességük van, nagyon jól tudják azokat a dolgokat csinálni, amihez nagyon nagy higgadtság és türelem kell, bár hajlamos arra, hogy erőltetni akar dolgokat, amikor a türelme fogytán van, de hogyha átgondolja, vagy valaki higgadtan meggyőzi, és lehiggad, akkor csodálatos dolgok kerülnek ki a kezek közül. Ami nagyon fontos, hogy az idő semmiképp se vegye a szorításába, attól képes teljesen összezavarodni a nyilas jegyű ember, de nagyon fontos, hogy sokan tétovának nézik a nyilas jegyű embert, vagy patópálnak szokták nevezni, mert hogy mindig húzza, de hát egy jó lövéshez, hogy egy pontos, erőteljes lövést tudjunk leadni az íjjal, akkor bizony húzni kell, és aztán a megfelelő pillanatban elengedni, és ezt a nyilas esetében csak ő tudja, ő érzi, hogy melyik a megfelelő pillanat, hogyha sürgetni akarjuk, akkor bizony lehet, hogy több kárt okozunk, mint hasznot, mert lehet, hogy pont az utolsó pillanatban vesszük el a kedvét attól, hogy valamit megcsináljon, vagy valamit véghez vigyen. Viszont ugye a nyilas az egy katona jegy, mondhatnánk így, vagy hát egy katonáról is szól, hiszen az íjat a vadászok vagy a katonák, harcosok használták, és ő ilyen lelkületében is a nyilas jegyű ember, tehát ha ő valamit szentnek vagy fontosnak érez, akkor a végsőkig képes kitartani mellette, és követni azt a célt, amit kitűzött maga elé, mint egy jó vadász, mint egy jó nyilas vagy jó íjász, aki képes akár napokig vagy hetekig követni a kiszemelt vadat, követni a kiszemelt célt. Tehát a figyelme, hogyha megvan a cél, akkor mindig arra terelődik, bármit csinál, az egyik szeme az mindig a célon marad. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk a nyilasról, hogyha ő igazán elhatározta, hogy valamit akar, és hagyják, hogy a saját tempójában tegy, akkor biztoshoz célba talál, és biztos, hogy véghez viszi ezt.
Ezeket szerettem volna elmondani önöknek a december hónap üzenetéről. Ne felejtsék, a téli napfordulóval, december 22-ével az ősznek a számadásnak vége. Kezdődik az újratelvezés az álomhavában, ugye decemberben. Az őseink ugye téli napfordulót ünnepelték, ha önök nem is tehetik meg, hogy egy ilyen szerre elmenjenek, legalább gyújtsanak otthon egy mécsest ezen az estén. Nagyon sok helyen fognak mécsesek és gyertyák gyulladni, nagyon sok otthonban. Engedjék el azt magukból, amire nincs szükségük. Ilyenkor tömegesen történik ez is, akkor nagyon jó energiák mozognak, sokkal könnyebb megszabadulni ezektől a dolgoktól. És hát a nyilasoknak pedig boldog születésnapot kívánok, és a családtagjaiknak pedig kitartást, türelmet, és nagyon-nagyon sok szeretetet, mert azért szeretni is nagyon tud a nyilas, bár kicsit magának valónak látszik, de valójában nem igaz, csak nagyon-nagyon mély érzés, és kevés ember nem mutatja meg az érzelmeit. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, dicsőség az őseinknek, szép és gazdag jövőt az utódainknak. Viszontlátásra!